Köszöntöm Liziket, Fordorgó Száv református lelkész, kérdezem arra, hogy hogyan készül a család a karácsonyra? A karácsonyra való készülés az két dimenzióban zajlik nálunk. Az egyik dimenzió a külső dimenzió, ahol a jótékonysági akciókat szervezem én, mint egy jótékonysági szakember. Hiszen amióta lelkipásztor vagyok, azóta valahol ez a jótékonyság ez mindig kíséri az életemet. Amikor Kárpátaljára kerültem lelkészként 97-ben, akkor következő évben volt egy hatalmas árvíz, és az beszippantott engem. És az úgy tudom, úgy emlékszem, hogy ősszel volt, és nagyon sok családnak a karácsony az ház nélkül, a hatalmas árvizet szemlélve zajlott, tehát az egy nagyon-nagyon fájdalmas megtapasztalás volt. Úgyhogy nagyon sok jótékonysági akcióval készülünk itt a nagykosságban. A belső, a családi, ez pedig, hadd mondjam azt, hogy ez inkább a feleségemnek a szakterülete. Jobban ért hozzá, mint én. Ő ilyen karácsonyfan, tehát amikor véget ér a karácsony, szóval számára már az a karácsonyi készülődés már elkezdődik a következő évre. Tehát, hogy már ő akkor. És nálunk a karácsonyi díszek elég sokáig fent vannak. Tehát a csillárokon, a teraszon, mindenütt, az ablakon, elég sokáig. Tehát nem adjuk fel, szerintem több mint egy hónapig ezek ott vannak. Tehát az a fajta valóság, az a fajta szeretet, az a fajta meghittség, az olyan jó lenne, hogyha tartan az egész évben. Tehát, hogy milyen jó lenne, ha az egész évünk ilyen karácsonyi hangulatban zajlana, de sajnos, hogy a valóság az mégiscsak más. A feleségem az, aki a lakásunkat kidíszíti, és ezek már most oda kerültek a különböző helyekre, a polcokra, a lámpákra, a televízióra. Tehát egy nagyon-nagyon szép millióban élünk. És amikor hazajött Istvánka, miután a feleségem ezt elkészítette, akkor meglátta is, itt tágra nyílt szemekkel mondta, hogy hú, de tetszik neki ez a karácsonyi élet. Tehát neki is bejön, tehát ez a fajta karácsonnyal való fertőzés, ez már így a családban nagyon-nagyon árad, de ezt most jó indulattal mondom. De akkor ez a karácsonyi életből ön a cipekedés részét veszi ki, tehát mondjuk a fenyőfa befaragása, hazahozni a sok húst a menühöz, tehát ez az akkor az ön feladata. Így van. A tetőtéri részből lehozom a dobozokat, amiben ezek a díszek vannak, szépen kipakolom az asztalra, de ez a feleségemnek a szakterülete, tehát nem szabad hozzá nyúlni, van egy határ, amit nem szabad átlépni, mert hogy ezeket az ilyen ízlésbeli dolgokat én ezt rábízom. Tehát vannak dolgok, amihez én nem értek. De ez a fajta finom hangulás, ez a hangulat, karácsonyi zenék szólnak ilyenkor, amikor bemegyünk szépen lakásunkba. Ez a feleségemnek a területe, és szerintem sokkal a nézők is sokkal többet nyernének, hogyha őt kérdeznék meg erről. Szerintem is tehát órákat tudna erről beszélni. Én csak élvezem és örülök annak, hogy ilyen hangulata van az otthonunknak, és hogy a gyermekek is ilyen meghitt, szeretetteljes hangulatban tudnak lenni. Én inkább arra figyelek, mivel számunkra az otthonunkban ez a fajta meghittség megvan, arra figyelek, hogy más családok életében is ez jelen legyen. Hogy... Anélkül, hogy elárulnánk, de azért mondjuk el, hogy egész évben készül az ajándékok, figyeli, hogy ki mit ejt el, hogy mit szeretne, vagy ilyen utolsó pillanatos, hogy most két napon van, és gyorsan mindenkinek megveszek valamit. A karácsonyi ajándékok kérdése, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. És megbeszéltük, hogy mert volt egy néhány melléfogás. Tehát sokkal fontosabb az, hogyha tehát sokkal jobb, sokkal sikeresebb a történet, hogyha inkább megbeszéljük, hogy mit szeretnének, és én azt megveszem, vagy hozzájárulok, vagy valahogyan ezt lemenedzseljük, de az a lényeg, hogy sokkal jobb, biztonságosabb, hogyha inkább ezt a feleségemre bízom. Tehát fontos az, mert ő tartja ezeket kézben, a családtagoknak is, az én testvéreimnek is, a testvéreknek, a szülőknek, úgyhogy ez az ő szakterülete. Én támogatom ezt a projektet, de jobb, hogyha én ettől távol tartom magam, mert volt néhány befaragás, úgyhogy tehát, hogy inkább jobb az, hogyha ezt a feleségem csinálja. Itt a végén még gyorsan a menüről, mennyire a hagyományos menü kerül az asztalra karácsonykor, vagy ebben is próbálnak újítani? Igazság szerint a hagyományos menüt ahhoz ragaszkodunk, de emlékszem nagyon szép meghitt pillanatokra, amikor a gyermekeinkkel együtt ilyen
ilyen süteményeket készítettünk, aztán azok nagyon jó, nagyon kellemes élmények, de ez is a feleségemnek a szakterülete, úgyhogy én amolyan elnézést kérek. Ez ilyen pasis hozzáállás, úgyhogy ez a fajta karácsonyi finomhangolás a feleségemnek a területe. Én csak élvezem azt, hogy Isten megadta, hogy ilyen meghitt környezetben tudunk élni, és a családunk is érzékeny ezekre az Istentől jövő értékekre, mint például a szeretet. Hát én azt kívánom, hogy a szeretet akkor legyen ott a fa alatt karácsonykor is, és boldog ünnepeket kívánunk önöknek is. Nagyon szépen köszönöm, és én is ugyanezt kívánom önnek is, és a kedves nézőknek is. Köszönjük szépen nézőink nevében is.